28 darab lőállás ki van jelölve, aki oda kerül azokra a lőállásra, azok nem hagyják el a helyüket a vadászat végéig. A többiek pedig hajtani fognak. A balesetvédelmi oktatást követően már indultak is a vadászok az erdőbe. Idén többek között Alsónyék volt az immáron 10. alkalommal megrendezett országos jótékonysági vadászat egyik helyszíne. Zsikó Zoltán, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke elmondta, hogy a megyében ebben az évben meg 6-szorozták a tavalyi adomány összegét. Ma Tolna megyébe 3 helyen történik vadászat. Szálkán nagyvadvadászat történik egyéni lesvadászat keretében. A regői Kaposkoppány vadásztársaságnál körülbelül 30-35 fő vesz részt a vadászaton, és itt Alsónyéken is 35 fő vesz részt a vadászaton Ma Tolna megyébe. A célunk az, hogy a következő évben több településen is induljon majd útjára az országos jótékonysági vadászat. A jótékonysági vadászatból befolyt összeget Tolnában a Balassa János Kórház gyermekosztályának szánják. Az akción Horváth István Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett. Ő hangsúlyozta, fontos, hogy egy közösség mindig követendő példát mutasson a társadalom számára. Amellett, hogy a természet tisztelete, a vad tisztelete, és ez a több mint 1000 éves magyar hagyománynak a folytatása, emellett jótékonykodás a fő cél, és ezzel én azt gondolom, hogy erősítjük a vadászat megítélését, tehát egyre pozitívabb a vadásztársadalomnak a megítélése, és azt gondolom, hogy ezek az adományok nagyon jó helyre kerülnek. A 10. jubileumi országos jótékonysági vadászat eredményeként ezúttal több mint 40 millió forintnyi adományt juttat el a magyar vadásztársadalom az egészségügybe.